Az orrom az így teljesen ki van tágítva. Szemgolyó tetoválása van, levetette az egyik mellbimbóját, és a jobb lába úgy néz ki, mintha üszkös lenne. Peti már is elmesélje nekünk, milyen az extrém külső mögött. Sokan azt hiszik, azt feltételezik, hogy én egy nagyképű, arrogáns, agresszív paraszt vagyok. Néha miatt nem ismernek hozzám szólni. Én kimondottan nem vagyok elégedett magammal, így a testemmel, még mindig nem. Igazából szerintem majd akkor leszek, hogyha már úgy tényleg tele leszek. Ezért se járok szívesen strandra. Az zavar, hogy le kell vetkőznem, hogy le kell vennem a pólómat. Én baromi szégyellős vagyok. És hogyha tele leszek varva, akkor az úgy jó lesz, mert olyan lesz, mintha mindig lenne rajtam egy ruha, egy réteg, ami úgy eltakar. És akkor az emberek azt nézik, nem azt, hogy milyen a testem. 14 évesen csinálhattam az első piercingemet, talán. Aztán jött a fültágítás, az ajaktágítás, és így tovább szépen sorban. Amint elmúltam 18, már mentem tetováltatni. Már nézték műlábnak, üszkösnek. Itt volt egy felirat, amit elsőként tetováltattam 18 évesen. Aztán gondoltam, az ugye el lesz takarva. El is lett takarva végül is. És hát egy kicsit így megszaladt a fekete szemgolyó tetoválás. És hát elsőként a sárga ment bele, ilyen narancssárgás szín. Későbbiekben így spontán ötletnél fogva ment bele a fekete. Ez itt a leamputált mellbimbóm. Szereztettem formalint, meg egy király kis csatos üveget, és belement piercinggel együtt. És ez már szerintem nem tudom hány éve így eláll. Középen szilikon van. Sokat biciklizek, és mondjuk úgy fúj a szél, akkor néha baromira tud csikizni, ahogy átfúj, meg volt olyan, hogy bogár belerepült. Hát a bal fülem szerintem háromszor lett összevarva, a jobb háromszor vagy négyszer. A balt kifejezetten azért nem varratom össze, mert én sokat biciklizek, és zenét is szeretek hallgatni, közben viszont nem szeretem, hogyha be van dugva mind a két fülem, ezért ide szoktam bedugni az egyik fülhallgatót. Piercer vagyok, piercingeket helyezek be. Nem szokott ez gondot okozni, mert hát aki tetováló szalomban jön és piercinget csinált, az számoljon azzal, hogy nem egy csupasz ember fog előtte állni. Szerintem nincs olyan Szombathely, aki ne tudná, hogy ki az a Csirmasz Péter. Hányszor volt, hogy mentünk bármerre, és akkor hello, szia Peti, hello. Összesen van 4 madárpókom, meg egy siklom, meg csótánytenyészetem, de volt, hogy ennél sokkal-sokkal több ilyen csúszómászó volt nálam. Érdekesnek tartom őket. Csendesek, nem bűrösek, nem kaparják le a húzatot az ágyról. Jól el vagyok velük. Kertészkedek. Paradicsomot, vitamin paprikát, chili paprikát, habanérót, fűszernövényeket, epret, volt krumpli. Holnap is lesz mit szedni. De tök király, mert így nagyjából minden nap szedhetek paradicsomot, meg ami meglepődtem, hogy vitamin paprikám is lesz, és ez tök király. Volt, mikor megállítottak közös képre, meg ilyenek. Elismerő szavakat kapok, hogy tényleg király, hogy én ezt így bevállalom, hogy ők azért annyira nem mernék, de hogy ez teljesen jó. Nagymamám igazából csak félt. Volt olyan, hogy lépcsőházában valaki cisszegett meg Jézuson, meg mit tudom, és akkor mamám bevédett. Nagyon ronda, ocsmány, volt olyan is, aki mondta, hogy mindjárt hányok, volt, aki meg akart verni. Én viszonylag gyenge vagyok lelkileg, de hogyha olyan paszba vagyok, hogy éppen nagyon boldog vagyok, vagy valami, akkor röhögök rajta. Soha nem más miatt csináltam, meg emiatt, hogy nézzenek, hanem tényleg én ezt így szeretem. Soha nem jutott az eszembe, hogy ezt bármikor vissza szeretném csináltatni. Kinézetre extrém, de amúgy meg szerintem tök átlagos vagyok. Ugyanolyanok nagyjából a mindennapjaim, mint egy átlag embernek. Jó, az állatokat leszámítva, meg az egy kerekűzést. Nagyjából így ennyi.